szép magyar települések, érdekes események. Másodszor jelentkezünk ezzel a blokkal, és nem véletlenül. Ugyanis rátaláltunk egy településre, ami szép helyen is van, érdekes is, és onnan szól a déli harang a Kossuth Rádióban, és mi mindig szeretjük nem csak a harang hangját megismerni, hanem magát a települést is. Épp ezért, hogy segítsenek nekem bemutatni Kisnémedit, nagy szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban a polgármester urat, Édelmann Györgyöt. Köszönöm. És Béki Istvánt, aki kántor. Hát először is, hadd tudjuk meg, hogy hol is van kis hazánkban Kisnémedi. Cserhátnak a déli lejtőjén, a legdélebbi kiszögelésében van, és nagyon érdekes tulajdonsága van, mert tőlünk légvonalban 5 kilométerre lévő Dunánba nem folyik bele a patakunk, hanem a Tiszába megy. Hát ezt tehát hogy a víz csinálja? Kanyarog egyet? Igen, ott a vízválasztó nálunk, és innen megy. Tehát körül Galga, Zagyva, hasonló, mint a horvátoknál Plitvicai tavak. Uh-huh. Közel van a Adria, de attól még elmegy a Fekete-tengerbe tőlük a víz, ez nálunk is így van. Tehát egy itteni település. Nagyon érdekes, mert magának a településnek az a része, ami Tisza oldalára esik, nagyon sűrűn előfordul az, hogy 2-3-4-5 fokkal is hidegebb van, mint ott domb túlsó felén a Vágszartjén oldalon. Tehát van, hogy nálunk hó van, ott meg semmi. Esik az eső náluk vagy nálunk, és ott meg fordítva van. Tehát röviden tömören ennyit róla. Tehát egy kis zárt. Igen. Majdnem zsákfalú, a szomszédünk Püspökszilágy, és ebből adódóan, hát ilyen dolgok vannak mondjuk, hogy nálunk még nyitva lehet nyugodtan hagyni az ajtót. Ez azt jelenti, hogy olyan becsületes emberek lakják, persze, hogy annyit. Persze, hát az hogyne. Nagy dolog ez, hát ma már mindenki mindent kulcsra zár. Hát nézze, volt az én esetem egy, mint sztori. Elmentünk Balatonra nyaralni, és kimentünk a teraszon, és úgy csuktuk be az ajtót, hogy a belső ajtót a külsővel összecsuktuk. 2 hét múlva odajöttük, és minden úgy volt. Tehát... Jó. Ez bizonyítja, hogy nem járt arra senki, rendes emberek laknak. Hányan igen. lakják Kisnémedit? Körülbelül 800-an. Hát végül is azért azt mondjuk el, hogy Budapesthez ez nincs messze. Nincs persze, hát 35 perc kocsival a Hősök teréig. Aztán onnantól kinek hogy sikerül közlekedni, az megy teljesen más dolog, nagyjából annyi. És ez meghatározza azt, hogy mivel foglalkoznak a lakosság? Hogyne. Na, szóval nagyon érdekes a története, mert 951 néhány éves a falu. Végig folyamatosan volt ez a település. Van egy nagyon érdekes dolog, 1720-as években írták talán először össze Magyarországot, úgyhogy más megyékből való összeírók voltak. Harmadik Károly íratta össze, és ennek az az érdekessége van, hogy akkor már Kisnémedin úgynevezett Zsellér négy volt, a többi telkes jobbágy, hogy ez magával hozta a szabadság utáni vágyat. Tehát hogy azt ma úgy mondanánk, hogy polgár. Uh-huh. Ezt ma így hívnánk. Ezek voltak végig. Tehát megtalálhatók olyan nevek, amik még a mai napig vannak a faluban. Tehát ezek így olyan voltak. Olyan családnevek. Igen, igen, igen. Tehát akik így voltak, aztán úgy hozta az életük, hogy Kisnémedinek behatárolt egy 1350 hektáros közigazgatási határa van, tehát ennyi a földje, tehát hogy nőtt a lakosság. Nagyon sokan kimentek az Egyesült Államokba, Amerikába szerencsét próbálni. Többek között azt mondja az én déd nagyapám is tett rá kísérletet. Többször volt kint Amerikában, ő még azt mondta, hogy lepedős hajóval mentem. Vitorlás, igen, gondolom. És akkor 1950-es években fordult elő a első TSZ-esítés történelemben. És nagy volt az ellenállás, 35 kis némedi embert elvittek Némediből Hortobágyra. Ez egy hatalmas szám. Ez már a kitelepítés. Igen, ez azért nagy szám, mert 900 és 1000 között volt a lakosság létszáma, számolják ki. 3% körül. Na most ugye a szokás az volt, hogy
nem a semmire valót vitték el, hanem azokat az embereket, akik a falu eszekrémje volt. Mondok benne két nagyon apró történetet. Az egyiket úgy hívták, hogy Pap András. Az András bácsi volt állítólag a legnagyobb gazda, neki volt 11,3 magyar hold földje, egy magyar hold 1200 négyszögöl volt. A másik volt a Figuli Gyuri bácsi. Gyuri bácsi a 44-be a Leventéket kivitte, úgy eldugta határba 61 nehány embert, hogy ne keveredjenek már a második világháborúban, ne halljanak meg, vagy ne kerüljenek orosz fogságba. Most az egyik is bűn, a másik is bűn az akkori rendszer szemébe. Hát most ezek az emberek ráfizettek. Emlékhelyük van, tehát megemlékeztünk róla. Ugyanott, ahol ezeknek az emlékhelyük van, megemlékezünk, amiről először fennmaradt, hogy voltak kuruc katonák a faluból, utána 48-49-es szabadságharcnak a nemzetőrei, utána az első világháború áldozatai, majd a második világháború egy emlékhelyen van, majd 56 annak is van Kisnémedin, mellett a Mindszenty bíborosnak a szobra van. Én tehát így vannak. Tulajdonképpen ez hogy van? Mert önöknél ez különleges, ez a szoborpark dolog. Teljesen autodidakta módon szeretem a művészetet. Festményt, szobrot, bútort, amit el tud képzelni, a művészettel összefügg mindent. Például a magyar származású Nobel-díjasoknak a szobrát a vállalkozók által összeadott pénzből megcsináltuk. Nem tudok róla, akkor hogy nem lenne. Akkor az nem kevés, mert elég sokan 16-an voltak. 16-an vannak jelenleg. Mind a 16 ott van. Ezek közül jelen pillanatban kettő még él. Egyik az egy magyarnak vallja önmagát, erdélyi származású hölgy, 2020-ban kapta irodalmi Nobel-díjat, és a Polányi János az nem Magyarországon született már, de magyarnak vallja önmagát. Hát ugye van egy, amire én azt mondtam, hogy a köztársaság szobra, de három köztársaságról egy alkotás, aztán van a Szomor Lászlónak egy igen jó szobra, azt megmondom, ugye, hogy van az a sittelepről, tehát vitték megsemmisíteni onnan. A szobrot magát? Persze, megszüntették ugye az Orvos Továbbképző Intézetet, és ennek az udvarán állt valaha. Ezt csak úgy kidobták. Volna, és akkor ezt mi megszereztük. Nézze, itt a Kántor úr tudja, ott nekem nagyon sok jó pap barátom, onnantól ott az egyiket úgy hívták, hogy Pálos Frici, Frici bácsi, tehát inkább így mondom. Itt zárójelbi hegyzem meg, a Ber Püspök úrnak volt a gyóntatója. Ó! Igen. Ber Püspök úr nagyon sokszor volt vendégünk már. Az adott nekem egyszer egy keresztet, ahol rajta korpusz. És azt mondta, hogy kisfiam, ezt nézd meg, mert ez egy hibátlan test. Mindig ezt nézd, és most tévébe érdekeset mondok, amikor ezt a szobrot megláttam, a nőnek a feneke és a csípője volt az, ami abszolút nőies volt. És amikor lesikáltuk róla a koszt meg a piszkot, akkor lehetett látni, hogy ez egy tökéletes, tehát nem egy simlis szobor. De tulajdonképpen akkor mit ábrázol a szobor? Egy hölgyet, aki a gyógyszerészek elől van, aki a kehelybe, a kígyónak a fejét teszi bele. Tökéletes szobor. Tehát őszintén mondom, nagyon tökéletes szobor. Hát akkor jó, hogy megmentette. Ja. De most képzeljék el, kedves nézőink, ha ezek az emberek ugyanott szobrok, de megélethetnének és beszélgethetnének egymással, mekkora történet Júli. Lenne. Úgyhogy ezek ott röviden tömören. Hát ezek nagyon nagy dolgok. Akkor egy kicsit beszéljünk magáról, a templomról. Milyen a hitélet? Hát a hitélet az hagyományosan, ez egy része volt az ottani életnek, tehát kommunizmus rendszer alatt akkor is sokkal többen jártak, sőt, majdnem mindenki járt a templomba. Egy templomunk van katolikus többségű a falu, talán 99%-ban lehet mondani. Az a templom, ami jelenleg van, az talán 937-ben kezdték építeni, az elődi templom leégett.
és ez 45-ig épült, és még utána is a belső berendezése 945 után. Járnak az emberek most is? Inkább vasárnap? Inkább most vagy? Már csak vasárnap, mert ugye a paphiány van, és hát ugye nincs állandó papunk most már, és hát ugye egy diakónus vezeti. Neki be kell járni a környéket, igen, és beosztani. Így van, egy helybéli diakónus, Kis Róbert nevű diakónus van a három községben, a Vászhartyán, Kisnimedi, Püspökszilágy. Hát ő látja el a megfelelő teendőket, keresztelés, temetés, meg hát iga liturgia. Gondolom, hogy azért fontos ez a két dolog, úgy az önkormányzatnak, mint akár az egyháznak is, hogy a lakosságot egy kicsit összetömöríti így. Persze, most ha nálunk valami elkészül, egy beruházás vagy valamit, az nem fordulhat úgy elő, hogy ne szenteljék fel. Azt hiszem, olyat mondok, ami nem gyakori, nem hinném, hogy valahol is lenne még a környékünkön is. Minden vízkeresztkor nálunk meg kell áldani. Január első hetében járok szabadságra, ez nem tudom én hány éve így van, és akkor visszajövök, hivatal összes dolgozó, nem minden közintézményhez megyünk, oda hivatal dolgozók, meg akik vannak, kántor úr, diakónus úr, és akkor jönnek. Ott vannak az ajtó félfán felírva a dátumok, minden. Mondtam, hogy hosszúból nagy bajotok nem lesz senkinek, hogy mi atyánkot elmond. Aki akar jön, nem kötelezőnek jönni kell. Mindegyiknél. Én úgy gondolom, hogy igen jó a kapcsolat az egyház meg a önkormányzat között. Azt hiszem, hogy ez segíti magát a közösséget is. Egyébként civil szervezetek, vagy épp az, nem tudom, hogy kántor úrnak is van-e valami olyan közösség, ahol esetleg közösen tevékenykednek? Hát a közös tevékenység az magában a szentmisémaló részvétel, igen, mondjuk egy házi részre. Itt most lesz egy, jövő héten lesz egy aktuális, ilyen úgynevezett kisnémediek fogadalmi ünnepe, el is hoztam egy ilyen kis papírt, itt van egy kis leírás. Ennek az a története, hogy 1978. július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén olyan hatalmas vihar pusztította végig Kisnémedi és határában, hogy a hívek azt a napot fogadalmi ünneppé tették. A jég elvert mindent, az árvíz elsodolt a gabonakereszteket, nagy volt a pusztulás. Az akkori emberek a vihar okozta károkat látván következőképpen vélekedtek. Nagy az Isten, mentse meg a falut ilyen veszedelemtől. És ekkor megfogadták, hogy minden évben e napon ünnepélyesen kivonulnak a határba, aztán misét hallgatnak és kérik az Isten segítségét. Aki a hegyen volt csősz abban az évben, a szőlők alatti keresztnél sátort csinált, lombsátort, és abban mondta Szent Misét az akkori Püspökszilágyot és Kisnémedi ellátó plébános E. Bernát. Ez a szokás a II. Világháború után megszűnt, vagy csak néha tartották meg a templomban a vasárnapi szentmisén megemlékezve. Az ünnep megülését Talapka István plébános vezette vissza 1991-ben kisnémedi vallásos életében. Ez a kereszt volt a fogadalmi kereszt, ezt behoztuk a templomnak a kertjébe, mert ez elporlatta a tartószerkezete, és ez kidőlött, és ez helyett van egy kőoltár építve ott. És akkor most jövő héten fogunk oda szintén kimenni. Hétvégén? Mikor lesz ez? Ez júli 15-én van, és ott lesz majd Szent Mise megfelelő padokot viszünk ki oda ki, tehát mert egy domboldalon van a kereszt, és hát ugye akik kijönnek, vagy ki tudnak jönni, akkor hát tartjuk ezt a szokást. Szerintem nagyon szép, tehát hallottunk most egy ilyen hagyományőrzésről is, de gondolom vannak még jeles napok, településnek a napja. Két legfontosabbat mondom, amit mindig megtartunk,
május utolsó hétvégéje falunap. Gyereknappal indult, felfutott, rettenetesen felfutott, és a másik az augusztus 20. Uh-huh. Szoktam mondani, hogy az augusztus 20-at nálunk az égvilágon mindennek hívták. Volt az alkotmány ünnepe, új kenyér ünnepe, a fene tudja, még mindenki az ünnepe nem, de ezt mindig megtartottuk. Az visszaemlékszem, kiskölyök koromban is, egész életemet ott éltem le. Tehát az egy ilyen volt, azt mindig, most is. A Covid idején is jön a diakónus úr, vagy a plébános úr, megszenteli a kenyeret, kiosztjuk a gyerekek között, és akkor elmentünk haza. Most ilyenkor egy kicsit nagyobb, de azt mindig ezt meg kell tartani. És akkor van a falu karácsony, de az már... Hát az a szeretet ünnepe, míg a másik meg egy hazafias gondolkodásra nevelés. A hitéletre visszatérve meg szokjuk mosolyogni, hogy volt valamikor az úttörő avatás. Volt egy plébános, meg volt egy Sáfár Gyuri bácsinak, az ott osztályfőnököd, az kántor tanító volt, ugye? Talga bácsán volt, igen, kántor tanító. Gyuri bácsi, és elment hozzá, mondja, mikor tartja az első áldozás, plébános úr? Mondott valamit. Jó, azt mondja, akkor még délután tartjuk az úttörőavatást, és mindig összehozták, tehát a falujáról ezt megtudták, meg is csinálták. Mert tehát az emberek nem akartak semmivel szembeszállni, nem. Élni akartak is a gyerekeket. És van most egy érdekes dolog, kérdezte itt, hogy felekezet mennyi van. Igen. A reformátusok, ha jó, a szomszéd falu az nagyobb református község, Vácszartján. Vegyes. Az vegyes. Uh-huh. Onnan a tiszteletes úr egy hónapban egyszer átjön misézni, és a hivatalból adom nekik a nagy termet, hogy ott misézzenek. És felvetődött, hogy épüljön egy kápolna nekik valahol. Na most ott van, hogy a gondolat van, hogy épüljön egy kápolna. Uh-huh. Gondolom, hogy oda jutunk, akkor ha belefér, miért ne legyen? Nekünk katolikusoknak pont ugyanúgy kellene őket segíteni, mint ahogy Vácon és a Damjanics téri református templomnál is megtette a püspök úr. Ez természetes. Tulajdonképpen pályáznak ilyenkor? Megpróbálnak pénzt szerezni? Igen. Mi az, amire büszkék, hogy már megvan? Nézze. Mindenre. Mindenre, jeljes. 1990-ben, amikor gyakorlatilag a falu visszatért önmagához, hogy függetlenné vált. Előtte nem volt nehéz nálunk alkotni, mert semmink se volt. Tehát szó szerint értse. Mit tudom én, volt vagy 2 méter aszfaltút, de szó szerint tessék érteni. Tehát a teljes infrastruktúrát létre kellett hozni. Semmi. Olyan művelődési házunk volt, hogy 70 centit lógott be a közepe. Tehát így meghajolt. Nem volt folyóvize. A visszahurcolkodó hivatalnak nem volt folyóvize. Hát akkor volt mit tenni. Képzelni, hogy milyen borzalom volt? Ez olyan, mintha mondjuk egy háború után. Igen, úgy kellett bemenni az óvodába, felkapcsolni a villanyt, hogy parfissal kapcsolták fel, mert rázott a kapcsoló. Komolyan. És tehát, akkor most beszéljünk arról, hogy mi van most? Hát ezek mind meg vannak csinálva. Minden. Uh-huh. Hát 248 méter útunk hiányzik 5,6 kilométerből, ami csak egy sávon aszfaltos, a többi az döntő részben rendben. Új hivatal, új avoda, civil szervezeteknek mindnek helye van. Dolgozunk, hogy ahol megcsináltatjuk a utat, nyerünk rá pénzt értelemszerűen és csináltatjuk, ott DMRV-vel, tehát Dunamenti Regionális Vízmű Vállalat Vác, ott megpróbáljuk a csöveket kicseréltetni, megpróbáljuk a földbe betenni a villanykábeleket, tehát azzal, hogy valahogy kezdjünk egy kicsit Európára hasonlítani. Megpróbáljuk. Hát a semmiből nehéz odáig gyalogolni. Szóval nem lehetett olyanhoz nyúlni, ami megvolt. Uh-huh. Csak olyanhoz lehetett nyúlni, ami rossz volt, vagy még rosszabb, vagy egyáltalán nem volt. Ezt szoktuk mondani, hogy a pityújék laktak, ott volt a fotballpálya előtte, fel volt szántva. Hát most ugye ott nehéz focizni.
és nálunk nem volt a úgynevezett szidott stadionprogram, de azok a gyerekek is szerettek focizni, akik ott laktak. És de mostanra rengeteg... van már pálya? Persze, a foci csapat is, de szóval higgye meg, rengeteg olyan dolog van, amit meg kellett csinálni. Érdekes egyébként, ahogy haladunk előre felé, kényelmesedünk el. Hát meg talán fáradnak is egy kicsit el. Hát mennyi mindent tettek hát eddig? Így is meg lehet fogalmazni, de én úgy gondolom, hogy kényelmesedünk el. Nézze! Annak idején, ha volt egy falusi rendezvény, akkor nem okozott problémát embereknek összetoborozni, megcsinálni, hogy hagy menje. Ma nagyon nehéz. Úgy tudom, hogy az oltár az különös módon készült el. Hát igen, az oltár és a templomnak a padozata, és a szószék az a Mávlandelienű járműjavító asztalos üzemében készült. Hogy? És a gyóntat, hát ott kisnémedi emberek sokan dolgoztak, én szerintem voltak vagy 80-an is, akik oda jártak abban az időben dolgozni, és hát a gyóntató szék, meg úgy hallottam, hogy állítólag telefonfülkének mondták, hogy annak készül. És mégiscsak, ahogy összerakták, mindig gyóntató fülke lett belőle. Gyóntató fülke lett, ezt én csak hallottam, tehát én akkor még szinte nem is éltem. Meg hát amióta fölcseperedtem, hát mondjuk azt lehet az embernek ugye az első kisiskolás kora óta visszaemlékezni a dolgokra, tehát nagyon sokan jártunk a templomba. Zárásként azért kíváncsiak vagyunk, hogy milyen rendezvényük lesz, mi az, ahova esetleg mi is elmehetünk. E hónap 30-án fiatalok összehoznak egy olyan rendezvényt, amin az összes kisgyereket meg nagygyereket várják, hogy legyenek ott. Sütnek, főznek, ugrabugrálnak, és este, amit elképzelni nem tudok egyébként, hogy csinálnak, valamilyen akadályversenyt akarnak csinálni. Na ez a soron következett, ami lesz. Kívánom nekik, hogy sikerüljen önöknek, meg ha ráérnek, szívesen látjuk. Menjünk ugrálni. Így van. És mondta, hogy még egy lesz. A másik az augusztus 20-án. Az egy nagyobb szabású, a legnagyobb ünnep, ami nálunk, legalábbis az én szemszögemből van, nagyobb, mint a búcsunk, többen vagyunk, más, és egyszerűen nemzeti ünnep. Nagy tisztelettel meghívom önket, várjuk, jöjjenek el, legyenek a vendégeink. Köszönjük szépen!